Sziasztok, György Dániel vagyok, és ebben a videóban a görögországi nyaralásunkról szeretnék megosztani veletek élményeket és tapasztalatokat. Úti célunk Platamonosz volt, ahol egy hetet töltöttünk el. Ez a nyaralás egy előszezoni nyaralás volt, de szerencsére nagyon jó időt fogtunk ki, az előrejelzésekkel ellentétben egy csepp eső sem esett, végig napsütés és meleg volt. Mivel mi inkább aktívan szeretünk nyaralni, így nem a strandolásról szólt ez az egy hét. Két napot töltöttünk kimondottan strandolással, valamint az előszezon miatt a víz sem volt túl meleg, így csak térdig gázoltunk a tengerbe. Platamonosz egyébként egy bájos kis üdülőhely és település Görögország északi részén. A híres Olympos hegy tövében helyezkedik el, így pazar kilátásunk van a tengerre és a hegyekre is. Platamonosz rendkívül vonzó úti cél a turisták számára, különösen azoknak, akik szeretik a tengerpartot, a természetet és a történelmet. Az itt található strandokon élvezhetjük a napozást, a fürdőzést és a vízisportokat, miközben gyönyörködhetünk a tenger és a hegyek látványában. A part mentén hosszú sétány kígyózik, ahol számos étterem, kávézó és üzlet található, ahol a helyi gasztronómia és a vásárlás élvezetét élhetjük át. Platamonosz partja inkább a kavicsos partok kedvelének kedvez, hiszen a strand majdnem teljes hosszában, főként központi részeken kavicsos és köves. Amire érdemes még figyelni, hogy a vízben találkozhatunk medúzákkal. Az egyik legjelentősebb látnivaló Platamonaszban a Platamonvár, egy középkori erődítmény, melyet a bizánci időkben építettek. Az impozáns falai és tornyai lenyűgöző látványt nyújtanak, és a látogatók belső részeibe is bejuthatnak, ahol a történelmi relikviák és információk teszik még érdekesebbé a látogatást. Mi egy fakultatív program keretén belül nézhettük meg. A fakultatív programok időbeosztása kicsit szűkös, így nagyon kevés időt kaptunk a vár körbejárására, bemenni nem is volt időnk, így csak kívülről tudtuk körbejárni. Egyébként a várba csak belépővel lehet bemenni, ami 3 euró. A hegyek, a tenger és a vár látványán kívül lehet még érdekes és eldugott helyeket találni, ha az ember szemfüles. A városban található egy elhagyatott vasútvonal, amin mi úgy gondoltunk, hogy elindulunk és felfedezzük. A néhány kilométeres séta során láttunk nagyon szép és eldugott partokat, épületeket, valamint rátaláltunk egy alagútra is, ami át lett alakítva látványosságnak, és a másik végén egy étterem épült. Szerintem ez egy igazán kreatív ötlet. Mint kiderült, a városban 2005 óta nem közlekedik a vonat ezen az útvonalon, ami eredetileg Platamonaszt és Pantelérmont kötötte össze, mert elkészült egy másik vasútvonal, ami kiváltotta és tulajdonképpen fölöslegessé tette ezt az elhagyatott vonalat. Itt a települések nem épültek nagy távolságra egymástól, így mi többször is átsétáltunk Neiporiba. Ez kb. Egy 3,5-4 kilométeres séta, de mindenképpen ajánlott megtenni, hiszen Neipori is egy gyönyörű kis üdülőhely és település az Égei tenger partján. Itt a part már teljes hosszában homokos, kristálytiszta vízzel, itt megjön az ember igazi tengerparti hangulata. Rengeteg napágy, ízléses napernyőkkel társítva, végig a sétányon éttermek, boltok és bárok. Neipori tényleg az a hely, ahol kikapcsolódhat az ember, és a parton fekve kipihenheti magát, élvezve a napsütést és a hűs tengeri levegő fuvallatát. Ezen kívül minden pénteken van egy kisebb piac, ahol a helyi állások portékáiból lehet válogatni, rengeteg zöldség, gyümölcs, valamint édesség, hal és ruha várja a vásárlókat, ha van idő rá, érdemes útba ejteni és megtapasztalni a helyi piac élményét. Az árak egyébként kedvezőek. Két fakultatív programon vettünk részt, ebből az egyiken elutaztunk Skiathosra. Platamonaszról 2 órát buszoztunk, majd hajóra szállva 2-2,5 órát utaztunk, mire elértük a szigetet. Az utazás közben kikötöttünk egy tengerparton, ami szintén Skiathoshoz tartozik. Ez a Kukunaris strand például híres a fehér homokjáról és a kristálytiszta vízéről, és gyakran tartják a világ legszebb strandjai között.
Itt eltölthettünk közel 2 órát, napoztunk fölöttünk ezen a gyönyörű parton, ahol igazán luxus körülmények között érezhettük magunkat. A homok, a tenger és maga a természet pazarlátra nyújtott. A Cocon Island eltöltött néhány óra után megérkeztünk Skiathosra, ami megkoronázta az egész napunkat. Skiathos egy csodálatos görög sziget, mely a Sporádok szigetcsoportjához tartozik. Az Égei tengerben fekszik, és híres a gyönyörű strandjairól, a kristálytiszta vízéről és a buja zöld tájról. Szépsége és élénk atmoszférája miatt Skiathos az egyik legkedveltebb nyaralási célpont Görögországban. A sziget egyébként több mint 60 stranddal büszkélkedhet. Amiről még sokszor ismerni szokták, hogy a híres Mamma Mia című musical néhány jelenetét is itt forgatták le. Itt szintén elég szűkös volt az időnk, úgyhogy sétálgattunk a kis szűk utcákban és a kikötőben, valamint gyönyörködtünk a kilátásban. Sajnos nem lehet átadni azt a látványt, amit ott az ember élőben lát. A látottak után biztos, hogy érdemes lenne eltölteni pár napot a szigeten és jobban körbejárni a környező szigetekkel együtt. Összességében Skiathos egy varázslatos sziget, ahol a látogatók élvezhetik a csodálatos strandokat, a természet szépségét és az élettel teli városi hangulatot. Skiathos mindent kínál a tökéletes görögországi nyaraláshoz. Mint említettem már, az Olympos lábánál szálltunk meg, így nem maradhatott el, hogy felmerészkedjünk a hegyre, ezt szintén egy fakultatív program keretén belül tehettük meg. Természetesen az Olympos hegy Görögország egyik legikonikusabb és legismertebb természeti látnivalója, és a görög mitológia szerint az istenek lakhelye volt. Az Olympos hegyet a lenyűgöző szépségű táj, a gazdag növény és állatvilág, valamint történelmi és kulturális jelentősége teszi kiemelkedővé. A legmagasabb pontja a Mitikas nevű csúcsa, ami 2918 méteres. A hegy többi része is impozáns, lenyűgöző sziklás csúcsokkal, széles völgyekkel, mély szurdokokkal és bujaerdőkkel. Az Olympos Nemzeti Parkban található, amelyet a világörökség részeként is elismernek. A hegycsúcsok és a panorámás kilátás mellett az Olympos hegy híres a változatos növényvilágáról. A hegységben több mint 1700 növényfaj található, köztük ritka és védett fajok is. Ha ide ellátogatunk, felfedezhetjük a gyönyörű virágokat, az aromás füveket és a dús erdőket, amelyek a hegység oldalait borítják. Az Olympos hegy történelmi és mitológiai jelentősége is kiemelkedő. A görög mitológia szerint itt éltek az istenek, és a hegyet a 12 olimpuszi isten lakhelyként tartották. Az Olympos hegy számos legenda és mitos színtere volt, amelyek a görög kultúra és vallás alapjait képezik. A hegy környékén számos túraútvonal és ösvény található, amelyek lehetővé teszik a látogatók számára a hegység felfedezését. Mi a Zeus kádjának nevezett természeti jelenséget nézhettük meg, ami valójában egy forrás, mint ahogy a felvételeken is láthatjátok. A felfelé vezető út kb. Fél órás, de a látvány miatt az ember órákat is el tudna tölteni odafent. Az olimpuszi kirándulás keretein belül útba ejtettük a Szent Dionysos kolostort is, ami egy férfi kolostor. Ez a kolostor már az új kolostor, amit 1999-ben építettek fel, mi sajnos a régi kolostort nem tudtuk megnézni. A régi kolostort a németek a II. Világháborúban elpusztították, ezért is volt szükség az új felépítésére, amelyben már egy múzeum is helyet kapott. Nem szabadott se fotózni, se videózni, így nem tudtam felvételeket készíteni. Ezen felül magukról, a szerzetesekről sem nagyon szabad felvételeket készíteni, maximum, ha az ember megkéri őket. Egyébként a régi kolostor felújítása most is zajlik, és az is megtekinthető. Az új kolostor Litohorótól kb. 3 km-re található. A belépés nőknek szigorúan csak nadrágban vagy hosszú szoknyában lehetséges, de helyben a hölgyeknek rendelkezésre állnak kendők, amiket maguk köré tudnak tekerni, így beléphetnek a kolostorba. Férfiaknak a hosszú rövid nadrág a minimum elvárás. Az Olympusi fakultatív program zárásaként felmentünk egy nagyon magasan épült kis faluba.
Pantelémon az egy festői kis falu, és lenyűgöző kilátást nyújt a környező hegyekre és a tengerre. Pantelémon az egy olyan hely, ahol a természet, a hagyomány és a nyugalom találkozik, és ideális választás azoknak, akik szeretnének elszakadni a városi nyüzsgéstől és felfedezni a görög vidék varázsát. Pantelémon az központjában egy gyönyörű kőből épült, hagyományos görög falu található. A szűk kis utcák, az ízlésésen felújított házak és a virágokkal díszített erkélyek egyszerűen elvarázsolják a látogatókat, és varázsoltak el minket is. Sétálva a faluban felfedezhetjük a helyi kézművesek műhelyeit, ahol kézzel készített termékeket vásárolhatunk, például hímzett textiliákat, kerámiákat és hagyományos ékszereket, valamint természetes kozmetikumokat is. A faluban számos kávézó és étterem található, ahol megkóstolhatjuk a görög konyha ízletes ételeit és élvezhetjük a nyugodt atmoszférát. Ha az ember ellátogat ide, akkor egy csodában lehet része, olyan, mintha egy kis mesebeli faluban sétálna. Ezt is a kihagyhatatlan helyek sorába helyezném, hamisítottan görög életérzés fogja el az embert. Sajnos ennél több nem fért bele a Görögországban töltött egy hétbe, de így is rengeteg felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk, és bőven maradt látnivaló, ha vissza szeretnénk menni az ország ezen északi környékére. Néhány jó tanácsot mindenképpen megosztanék veletek, ami az én személyes véleményemen és tapasztalatomon alapul. Mi utazási irodán keresztül utaztunk, és a fakultatív programokat a kinti idegenvezetőnél foglaltuk le. Viszont ha elmegyünk és körülnézzük, a helyi programszervező irodákban akár 10-15 eurókat is lehet spórolni fejenként egy-egy fakultatív programnál. Mi elkövettük azt a hibát, hogy nem néztünk körbe. Persze, aki csak magyarul tud, érdemes az utazási iroda idegenvezetőjénél foglalni, hogy a nyelvi nehézségek ne okozzanak gondot. A fakultatív programok nagyon szűk időbeosztással vannak, szóval egy-egy helyen van, hogy csak fél órát kapunk megnézni valamit, ami több esetben nem volt elég, szóval aki befizet ilyenre, az számítson erre. A fakultatív programokon általában van ebédidő, olyan helyre visznek, ahol van étterem, ha csak valaki nem kimondottan az ételek miatt megy, ajánlom, hogy vigyen saját magának ebédet, mert így nagyon sok időt meg lehet spórolni, és több idő marad nézelődni, mert egy éttermi étkezéssel simán elmegy egy bő óra is, mire kihozzák az ételt, és elfogyasztjuk azt. Az előszezon strandolás szempontjából ugyan hátrányos, mert hideg még a tenger, de nagyon sokan így is fürödtek benne, viszont sokkal nyugodtabb, mint a főszezon és az utószezon. Aki nem kedveli a tömeget, mindenképpen előnyös lehet egy előszezonos nyaralás, és árban is sokkal-sokkal kedvezőbb. És végül, de nem utolsó sorban, ne féljünk ilyen kisebb, kevésbé felkapott helyekre nyaralni menni, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodhatunk ezeken a helyeken is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjatok meg a kis csengőt, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!